Nagyon boldog vagyok, ezt a munkát másfél éve kezdtük el, ennek most lett meg a gyümölcse. A mai mérkőzés kicsit magunknak tettük nehezé, mert rengeteg helyzetet kidolgoztunk, amit nem rúgtunk be. De úgy gondolom, hogy azért ez a három pont megérdemelt, és hát most menjünk ünnepelni. Szerintem teljesen megérdemeltük az egész bajnokságot. Voltál már bajnok az MB2-ben, de azért az régen volt, úgyhogy gondolom, hogy van most mit megünnepelni. Hát igazából az a bajnokság az más volt, kétcsoportos volt az MB2, most egycsoportos volt, szerintem jóval nehezebb volt, és látványos focival nyertük igazából. Gratulálok, jó ünnepet! Gratulálok neked is, hát főszerepet vállaltál a mai győzelemben, ami azért azt hiszem, hogy a lelkeknek nagyon kellett, hogy így búcsúzzatok a közönségtől, és ilyen fergeteges ünneplést legyen. Hát igen, úgy készültünk ezt a mérkőzést, mindenképpen akartunk nyerni, attól függetlenül, hogy már bajnokok voltunk. Tényleg jobb így ünnepelni, hogy győzelemmel zártunk. Úgy gondolom, hogy a csapat sokat tett, ezért nagyon sok helyzetet hagytunk ki. Szerencsére kettő sikerült. Az, hogy én gólt fejeltem, az egy külön csoda. Szerintem ezt még kapni fogom az öltözőbe. Ez az első így tét meccsen fejes gólom, úgyhogy nagyon nagy az öröm, nagyon nagy boldogság. Valamilyen szinten januárban úgy kerültem ide, hogy elég rossz állapotban voltam, de szerencsére a stábnak, meg a vezetőknek, szurkolóknak, csapatnak kiúztak ebből a gödörből, és bízom benne, hogy belső osztályban is sikeresek tudunk lenni. Ezt akartam mondani, hogy te már élted át bajnoki címet az első osztályban is, de azért azt gondolom, hogy ez a fél év ennél jobban a te szempontodban nem sikerülhetett volna. Hát jobban sikerült volna, az elején nehezen indult, de úgy érzem, hogy kellett egy-két hónap még összeszokni a csapattársakkal, és az utolsó két hónap az, ugye, ha jól számolom, akkor 9 meccsből 8 győzelem, 1 döntetlen. Mindenki nagyon jól játszott, és tényleg megérdemeltünk meg ezt a bajnokságot, és nagyon boldog vagyok. Hagylak ünnepelni. Hát egyrészt Isten éltessen, azt hiszem, hogy a kiadott 11-es leszámítva, de véletlenül is akarom szóba hozni, ennél szebb születésnapi ajándékod nem lehet, mint amit itt most átéltek. Hát nem, mert nem is tudok szavakat találni. Nagyon sajnálom a 11-es, de a csapat tudott segíteni az én hibámon is, és ennek nagyon örülök, de az egész éves teljesítményt lehet megkoronáztuk ezzel a mérkőzéssel, és vesztett állásba tudtunk nyerni. Most a játékkal persze volt hiányosság. Nem tudom, hogy majd a mester majd eldönti tényleg, hogy jól játszottunk, vagy nem, de most ez nem számít, hisz győzelemmel tudtuk zárni a bajnokságot, és tényleg ennél nagyobb születésnapi ajándékot nem is kaphattam volna. Azon gondolkoztam, hogy amikor visszatértél ide a Vasas egy jóval nehezebb időszakban, nem tudom, hogy gondoltad-e volna, hogy a te vezérleteddel fog feljutni a csapat, és szerintem ez a pályafutásodban is egy hatalmas, nagy újabb löketet adhat. Így van, ezt a leges-leges élményként tudom számon venni, ezt a időszakomat. De valamilyen szinten azt lehet mondani, ha mesternek köszönhető ez is, mert hit bennem, adott nekem egy olyan impulzust, ami nagyon fontos volt számomra, bízott bennem, és az én játékomon is nagyon meglátszott, hogy az edző mennyire bízik bennem. Én próbáltam viszonyítani ezt, remélem, hogy ez sikerült, de az egész csapat szinten azt mondom, hogy valamilyen szinten viszonoztuk az ő bizalmát, nagyon örülök ennek. Gratulálok neked is a bajnoki címhez. Hát te is megéltél itt egyes mást az elmúlt években, de azt hiszem, hogy most sok mindenért kárpótolt téged ez a látvány. Nem feltétlenül ez a hangzavar, de gratulálok. Először is köszönjük szépen a gratulációt. Hát igen, megéltünk sajnos rossz napokat is itt a Vasassal. Hál' Istennek ez az utolsó másfél-két év úgy gondolom, hogy nagyon pozitív volt, és hát szívből örülök, hogy megint ott van a Vasas, ahol a helye van. A te szezonod szempontjából most pont itt a végére lettél fontos tagja a csapatnak, de hát gondolom, hogy ez is bizonyítja azt, hogy készen kell mindig állni, hogy bármikor játék lehetőséghez juthat az ember. Nyilván, aki úgy gondolom, hogy a csapathoz tartozik, annak bármikor be kell szállnia, és jól kell teljesítenie. Kisebb sérülésre bajlottam, örülök, hogy megint szóhoz jutottam így a vége felé, és örülök, hogy hozzájárulhattam a csapat sikeréhez. Jövőre folytatás az NB1-ben. Így van, reméljük, hogy minél előkelebb helyen végzünk. Ez volt az utolsó mérkőzésed. Láttam, hogy el voltál érzékenyülve a lefújás után. Milyen érzések kavarognak most benned? Nézd, elég vegyes érzések vannak bennem. Az a szerint, hogy tényleg egy nagyon szép sikerrel tudtam zárni ezt a pályafutást. Ami viszont nagyon, nagyon jó lesz, én nagyon bízom benne, hogy többet tudok lenni a családommal. Én köszönök mindent. Nem tudom, most tényleg nem akarok fogadni ennek kapcsán, de azt hiszem, hogy egy nagyon jó csapat állt össze itt erre a szezonra, és te félig meddig már kívülről tudtad nézni, de hát a fontos pillanatokban hozzátettél. Milyen volt ez az év? Nézd, tényleg megérdemelten nyertük meg ezt a bajnokságot abszolút. Én úgy érzem, hogy ez a csapat így együtt marad, ez a csapat ez jövőre az NB1-be is nagyon jól fog szerepelni, és szerintem meglepetést fognak okozni.
Ennek így kellett lennie, nem, hogy a Fáj utcában egy bajnokavatással búcsúz. Pontosan, pontosan, ez így nagyon szép.